Kedves vendégek, kedves kollégák, kedves barátaink, szeretettel köszöntök mindenkit a könyvtárunkban, Mikó Árpád könyvének bemutatója alkalmával. Örömmel látom, hogy nem csak a legszorosabb értelemben vett művészettörténész szakma, hanem Árpádtól kölcsönözve a kifejezést, az eleven tudományterületek kutatói is jelen vannak, történészek, könyvtörténészek, irodalomtörténészek. A szerzőt nem kell bemutatni, művészettörténész, az intézet igazgatója, korábban sok-sok éven át a Galéria Régi Magyar Osztályának munkatársa, akik pedig beszélgető társai lesznek, Zsupán Edina klasszikafilológus, az OSK Fragmentált Kodicész műhelyének munkatársa, nem mellékesen a könyvlektora, és Farbaki Péter művészettörténész, a BTM munkatársa, akinek a kutatási területe nagyobb időhatárokat ölel át, a reneszánsztól egészen a késő barokkig. Én Földesi Ferenc vagyok, a kézirattár munkatársa, aki nem csak hivatalból igyekszik kísérni a kutatási eredményeket. Felkérem Rózsa Dávid főigazgató urat, hogy vezesse be a beszélgetést. Nagyon megtisztelő, hogy itt van, mert az OSK-nak párhuzamosan folynak a rendezvényei, és ő ezt a könyvbemutatót választotta. Tisztelt szerzőnk, kedves beszélgetőtársak, kedves vendégeink! Nagyon megtisztelő számunkra, hogy ezt a könyvbemutatót ma délután itt megtarthatjuk. Ugye Mikó Árpád Régi Magyar Bibliofilek Nyomában című kétkötetes gyűjteményéről fognak itt a kollégák a következő egy órában beszélgetni. Ennek a tanulmány gyűjteménynek 30 tanulmánya a magyarországi reneszánsz miniatúra festészet és könyvkultúra történetének a megragadása, ahol kiemelt helyen szerepel a Bibliotéka Corviniana, valamint a címeres levelek. Tehát ekként a szerző maga és a szerző kutatásainak tárgyai, illetve tárgyai is ezer szállal kötődnek a Nemzeti Könyvtárhoz, és ezer szállal kötődnek Kódex és Kódex töredék kutatócsoportunkhoz. Több jelentős kódex filológiai és művészettörténeti irányú értelmezését olvashatjuk, miközben látképet kapunk a könyvtár, könyvtárak alakulásáról is. A tanulmányokban alkalmazott módszertan összhangban áll a megkutatandó téma gazdagságával, elvezetve az olvasót a hazai reneszánsz miniatúra festészet és könyvkultúra jagellókori és koraújkori történetének fontos kiszögeléseihez. A szerző a munkáját azzal a módszertani belátással tárja az olvasók elé, hogy akkor ismerjük kutatásunk tárgyát, ha ismerjük annak összefüggéseit is. A történeti adatok megkutatásán túl Mikó Árpád történészi attitűdjét a szenvedélyből táplálkozó kritikai viszonyulás jellemzi. Már korábbi szövegeiben is annak a történésznek a képe rajzolódott ki előttünk, akit folyton nyugtalanít valami. Például az, hogy mi történik akkor, amikor a kötések esetében nem a szabályosságot nyomozzuk, vagyis nem azt keressük, ami összeköti őket, hanem épp ellenkezőleg, ami kivétel. Ha nem a rend szövetének biztonságos közepét kutatjuk, hanem a szabályok felfeslő széleit. A szabályosság ugyanis csak látszólagos, állítja szerzőnk egyik előadásában. Szövegei tehát a kritikus gondolkozás és a sokirányú megismerés óhajtásának a lenyomatai. Ennek a bizonyos nyugtalanságnak, illetve nyugtalanság hajtotta megismerési vágyat és történészi praxist olvassuk újra ebben a tanulmánygyűjteményben, amelynek az előzményei megtalálhatók a Reneszánsz Magyarországon című kötetben is. A szerző teljesítménye részletgazdag képet nyújt a magyar reneszánsz megnyilvánulásairól,
4 évtizednyi értelmezés monumentuma, amely lehetővé teszi a majdani értelmezések finom hangolását. Ezzel a rövid bevezetővel köszönöm meg ismét, hogy eljött hozzánk, és kívánok a résztvevőknek és valamennyi hallgatónak is tartalmas beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen főigazgató bevezetőjét. Én hoztam egy fényképet a Babits hagyatékból, ez nem véletlenül van itt a falon. Valószínűleg sokan ismerik, részleteiben talán kevesebben. A hölgy a Nyugágyban, Hoffmann Mária, a kézirattár és az egész könyvtár első női tudományos dolgozója. Babits jobb oldalán Rédei Tivadar ül, Hoffmann Mária férje, a színháztörténész és főigazgató helyettes, aki egyébként már egészen pici gyerekként referencia személyé vált Babits számára. Tudniillik, a költő anyja és Rédei anyja közeli barátnők voltak, és ennek következtében a szekszárdi ebédlő asztalánál rendre elhangzott, hogy a Tivadar bezzeg tud szépen enni. Az asztal végén az én fölülmúlhatatlan hivatali elődöm, Halász Gábor, a kézirattár munkatársa és rövid ideig vezetője, aki pedig hátrafordul felénk, pontosabban Török Szofi kamerája felé, az egyetlen, aki nem OSK-s, Babitson kívül. Noha ő is lehetne az, mivel a könyvtár tudományos kiadványainak sorozata 1928-ban éppen az ő könyvével indult el. De róla Árpád tud igazán mesélni. Köszönöm szépen. Hát ilyen szépeket nem tudok róla mondani, vagy ilyen nagy ívű pályáját. Tehát ő ugye, meg úgyis szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy ki volt Hoffmann Edit, aki itt ül. Tehát a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének volt a vezetője haláláig. És hát szerintem a 20. század legnagyobb kódex kutatóinak az egyike. Magyarországon biztos ő volt a legnagyobb. Művészettörténész volt, ebben az időben azon kevesek egyike, akik még a Pasteinyer érában kezdték el a tanulmányaikat az egyetemen, és nem a Gerevics meg a Heckler féle tanítványi körhöz tartoztak, tehát egy kicsit átnyúlik az élete a 14 előttön, és hát 45-ig tart, amikor is egészen borzasztó módon halt meg az ostrom alatt, véletlenül elütött egy autó, egy katonai jármű. Éppen a Szépművészetiben rohant be Budáról, ahol lakott, és hát teljesen pótolhatatlan volt már akkor is, mert nagyon fiatal volt tulajdonképpen. Nem véletlenül kezdtünk így, tudnélik, egyrészt eloszlatandó a félreértéseket, már a könyv közepében vagyunk. Az első nagy fejezet a Korvina könyvtár historiográfiáját, a modern historiográfiáját tárgyalja, és nem csak itt, ahol egyébként Árpád Hoffmann Editnek nem szentel külön képet, de nagy erővel van jelen. De nem csak itt, hanem az egész könyvön végig, mint egy ilyen leitmotív végigmegy Hoffmann Edit. Én igazában két pontot találtam a könyvben, ami semmiképpen nem kritika, de két érdekes megállapítás, ezt szabad elmondanám. Az egyik inkább dicséret. Azt írod Árpád, hogy az egyik szintén a dicséretek körébe tartozik, hogy ilyen pontosan fogalmazom. Azt írod, hogy Hoffmann Edit művészettörténeti módszere, közelebbről a stíluskritikáról, erős stíluskritikáról beszélünk, annyira meghatározta a Korvina kutatást, olyan generációkon át meghatározta a Korvina kutatást, és ezzel egy picit akadályozta az egyéb kutatási területek, önkéntelenül akadályozta, egyszerűen nagyon nagy hatású volt. Ez az egyik. Erről Hoffmann Edit nem tehet, természetesen. A másik, ami nekem nagyon érdekes volt az ő személyével kapcsolatban, inkább sajnálkozással jegyzi majd meg ezt Árpád az Ulászló kornál és a késő reneszánsznál,
hogy egy fejlődés elvű művészet szemlélettel rendelkezett, tehát mindig csak a csúcs teljesítményeket nézte. Ezért aztán kevésbé, jól értem, kevésbé folyt át a késő reneszánsz, hogy mondjuk az ő kategóriájével élve nem első osztályú alkotásai közé. Ez abban az, tehát abban az időben ez egészen természetes volt, tehát magasabban volt a mérce, mondjuk a 20-as, 30-as években, mint mondjuk most. Tehát sok minden találkoztunk a Hoffmann Edit műveiben, amikor ő egy kicsit lesajnálta, vagy kevésbé pozitív dolgokat mondott róla, és ahogy bővül a tudásunk, múlik az idő, az ilyen vickek, vackok is fontossá válnak a történetben. Egy dolgot még hadd mondjak, Hoffmann Editre, a lényeget nem mondtam, Hoffmann Editre, hogy az egész könyv tulajdonképpen őt idézi. Az 1929-ben megjelent magisztrális munkának, a régi magyar bibliofileknek, hát egy parafrázisa a cím is, írom is az előszóba, hogy ez szinte öngyilkos allúzió, de ennél is, szóval ugyanilyen fontos az a könyvnek a tipográfiai megformálása, mert a könyvnek a borítója is a Hoffmann Edit művet idézi teljes egészében, a puritánságát, és Kőfaragó Gyula, aki ott ül a hátsó sorban szerényen, és ennek a könyvnek a tipográfusa, ő vele, tehát hosszan, tehát mielőtt még elkezdtünk volna dolgozni, hosszan mérlegeltük a borítót, a tükröt, a betűtípust. Tehát mindenben odaadtam a Hoffmann Edit művet, és legalább külsőre sikerült azt hiszem követni ezt a nagy munkát. Bár belső az majd egy másik dolog lesz. Egészen biztos vagyok benne, hogy a kritikák, mint ahogy majd, és akkor utána egy picit elhagyjuk Hoffmann Editet. A 29-es könyvéről az Elek Artúr recenzeálta a Nyugatba, utána Fici József recenzeálta, mindegyik kiemeli a tipográfiai szépséget is, a tudományos értéken túl. Tehát bocsánat, akkor ott tartunk, hogy az első fejezet, az egész könyv nagyon gondosan szerkesztett, az első fejezet a Korvinal kutatás historiográfiája. Az első nagy tanulmány az egy ilyen diakron tabló a kutatás történetről. Majd ezt három portré követi, mármint három kutatói portré követi, nagyon-nagyon érdekesek, és aztán pedig egy majdnem záró tanulmány, ami talán egy ilyen történeti áttekintés, a Korvina könyvtár történetei. Persze az első és az utolsó, mindez egymásba folyik, mert tudományos kutatás és történeti érdeklődés nem válhat el egymástól. Ami itt ezen a ponton nekem sok minden nagyon érdekes volt, Hoffmann Edit mellett számomra nagyon-nagyon érdekes volt a Rómernek a személye. Ha szabad ezt mondani, más szempontból, mint Hoffmann Edit, tehát a másik póluson, nem művészettörténész, ugye, másik póluson, de mintha épp olyan fontos és élő volna, mint akár Hoffmann Edit. Tehát, hogy ő az, aki először meglátott, ő az, aki először felismert, ő az, aki, és ez valahogy érvényes maradt. Gyakorlatilag azt a Korvina kutatást, amit ma csinálunk, azt a Rómer kezdte. Tehát azt a fajta, mondjuk azt, hogy modern kutatást. És ő az, aki egy csomó mindent először lát. Tehát a fő műveket először ő fedez fel. Tehát nem csak a Győri Korvinát, ami ugye annyira nem is főmű, de egy fontos darab, de a Kálmáncsehi breviáriumról is az első nagy tanulmányt ő írja, egy csomó Korvinát talál, tehát szisztematikusan keresi a Korvinákat. És nagyon-nagyon, tulajdonképpen az anyagnak a túlnyomó része, azt ő már ismerte. És nem csak a miniatúrákat, nem csak a szövegeket, hanem a kötéseket is borzasztóan fontosnak tartotta. Tehát az első grafit levonatok is, amivel ugye a kötéstörténészek dolgoznak, az a Rómer hagyatékában maradt fönn.
Tehát Rómer nagyon fontos figura, és azt írtunk egy négykezest Edinával Rómerről, az én két kezem van benne, de igazából együtt volna olvasandó Edina tanulmányával. Ehhez szeretnék csak valamit hozzáfűzni, kicsit anekdotikus elem, hogy Árpádnak mindannyian ismerjük a nagyon széles munkásságát, és hogy tematikusan végül is ez csak egy szelete, tehát hogy más tárgyakból is összeállíthattál volna egy ilyen gyűjteményt. Azonban most egy párhuzamot szeretnék Rómerrel vonni. Hampel József, aki Rómernek a tanítványa volt, és amikor a halála után méltatta őt a nekrológban, akkor azt írja, nagyon jól ismerte Rómert, aki nagyon sok mindennel foglalkozott, hogy Rómernek két szenvedélye volt, a harang isme és a Korvina könyvtár. Ez egy ilyen belső információ, és egy kicsit itt a jelen esetben is, ha szabad ezt mondani, ezt érzem. A harang ismét ezt nem tudom, de a Korvina könyvtár azt talán. De emellett valóban csak csatlakozni tudok ehhez, hogy a kutatás, a Korvinának a kutatása, ami végül is tényleg nagyon hosszú időre tekint vissza a modernitásban is, most már csak nem 150 évre, hogy az eredeti tárgynak a kutatása az szükségszerűen vonja maga után a kutatásnak a kutatását, szóval a kutatás történettel való foglalkozást, mert olyan sémák alakultak ki ezen hosszú idő során, amivel egyszerűen a kutatónak kezdenie kell valamit. Tehát vagy elfogadnia, vagy eltekinteni tőle, tehát hogy az is a munkának a része. Egy pillanatra ez a Rómerhez. Ugye említettem, hogy bizonyos értelemben a másik póluson van, ahogy írod, és még a Marosi Ernőt is idézed. Tehát, hogy a Rómer leírásai és megállapításai, lehet, hogy teóriák változnak, de ezek a megállapítások, azok meg fognak maradni. Ilyen szempontból, ha szabad, nem kitérőt tenni, hanem a tárgy közepébe bírni. Árpád leírásai, műtárgy leírásai mondjuk azt, hogy híresek. Tehát most nem akarom, biztos, hogy lesz egy-két mondata szerintem, amikor majd a modern művészettörténet írás monográfiájában majd idézni fogják, de erre most nem akarok kitérni. Erről szerintem nagyon fontos. Tehát olyan szempontból, mondjuk nekem laikusnak, nagyon egyszerű példát mondok, a tárgyleírás, és mindegy, hogy szoborról van szó, festményről van szó, vagy kódexről van szó. Különösen, akik képzőművészettel, vagy vizuális kultúrával foglalkoznak, azok időnként, és ha nincs más adat, akkor megkérdezem tőlük, hogy ez miért az, mint a másik. Miért az a kéz, mint a másik. A válasz, ha nincs más adat, az, hogy azért, mert látom. Na most, ugye mi sokan vagyunk, akik nem látjuk. Ilyen szempontból én nagyon nagyra értékelem a tárgy leírását, amit Árpád mesteri fokon művel, hogy a leírás kibontsa nekem, laikusnak, hogy ez tényleg az a kéz a kettő között. Tehát, csak ezt akartam hozzáfűzni, de a tárgyak persze ezen a szálon is tovább mehetnénk, de nem szeretnék, mert elvinnek bennünket. A tárgyak szorosan kapcsolódnak a gyűjteményezéshez, a kiállításokhoz, egyebekhez, amiről egy külön beszélgetést is érdemes volna létrehozni. Azt hiszem, hogy Árpád indulásánál nagyon fontos volt a 82-es alaburgi kiállítás, ugye amikor te itt a Nemzeti Galériába végzésed után kezdtél, és azt hiszem, az egy óriási tapasztalat volt, hogy egy mekkora anyag ment át a kezeid között. Ugye Balog Jolán és Klanicai Tibor volt ott a két vezéregyeniség, és maga a katalógusnak a létrehozása, meg a kiállítás létrehozása is. Utána egy évvel, ugye itt a Nemzeti Galériában volt a következő kiadása ennek a nagyon alapvető kiállításnak. És hát nyilván Balog Jolán olyan, akiről nem tudunk elfeledkezni a magyar reneszánsz kutatásról.
kapcsán. Te sokat vitatkoztál vele, azt hiszem alapvető Balogh-Jolán, de majdnem minden területe a magyar reneszánsznak olyan, amikor vele vitatkozni kell. Mert ő szinte mindenről tett valami megállapítást. Ugye? Ez így van, és az, hogy vitatkozunk vele, ez is azt mutatja, hogy meghatározza, hogy mit csinálunk. Tehát akivel vitatkozunk, az is tehát kijelöli a utat, a síngrendszert, amin mozgunk. Tehát hiába, ha valaki azt mondja, amit ő mond, az is, és aki ellen mond neki, az is. Másfélét nehéz csinálni. Egy idő után azt hiszem azért mindenkinek sikerül. De valóban nagyon meghatározója az egész szakmánknak, és hát nekem meg a saját pályámnak a Sallaburgi kiállítását persze. Tehát az a több száz tárgy, amit a múzeumban volt, vagy amit országosan mindenfelül begyűjtöttünk, meg körbejártunk, az mind átment a kezemen. És utána aztán ez már csak egyre több lett, szerencsére még emlékszem is egyik jó részére, de ez tényleg meghatározza az embernek. Meg a múzeumi munka, tehát ugye nem csak ezt csináltam, hanem a múzeumban dolgoztam évtizedeken át, és a leíráshoz még annyit, hogy ugye egy leíró kartont úgy kell megírni, hogy fénykép nélkül is föl lehessen ismerni a tárgyat. Tehát ez az alapkövetelmény. Aztán az ember retorikai tanultságával, vagy mindenféle készségeivel ezt föltupírozhatja, de alapjában véve mégiscsak az, hogy a fénykép nélkül is be kell tudni azonosítani a művet. Legyen az egy pici kő, vagy egy nagy táblakép. Bocsánat. Kizökkentem. Hagyd tegyek hozzá, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar művészet kutatásában ezeknek a nagy alapvető kiállításoknak nagyon fontos szerepe volt. Tehát ugye nektek a következő, az a, ha jól emlékszem, 94-ben volt a Pannónia régia kiállítás, szintén a Nemzeti Galériába. Az is sok szempontból szerintem mérföldkő volt. Aztán itt a Széchenyi könyvtárban voltak a nagy Korvina kiállítások, ugye a 90-es, 2000-es például. Hogy tekintetek ti erre, most erre ezekre a 90-es és 2000-es kiállításokra? Később csatlakoztam, de végül is a sort folytatták a későbbi kiállítások is. A 2008-as a Vitéz János Csillag a Holló Árnyékában, Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon, a nagy reneszánsz évben, amikor mind a három intézményben, itt is tulajdonképpen három kurátor ül itt, a három kiállításnak a három kurátora, itt a társ intézményekben, Földesi Feri a Vitéz kiállítási, Péter, te a... Igen, tehát többekkel együtt a Hunyadi Mátyás a király, nagyszabású kiállítás, és Mátyás király öröksége Árpádnak a kiállítása volt. Ez nagyon fontos nekünk, tehát akik a kódexel, kéziratokkal, mint tárgyakkal is foglalkozunk, azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, hogy ezeknek a kiállításoknak a jó értelembe vett kényszere, a sorba rendezésnek a kötelezettsége, hogy ez nagyon sokat adott mindig, meglendítette mindig a kutatást, és ez minden nagy kiállítás esetében így van. Igen, kézbe vesszük a tárgyat, és az ember kézbe vesz egy tárgyat, amit már untig ismer, meg mindent olvasott róla, akkor is mindig új dolgokat talál. Tehát ez így van. Ez más, ma már csak a világítás megváltozik sokszor egy tárgynál, vagy más környezetbe kerül. Mást mond, másképp szólal meg. Tehát az, hogy az eredetikkel dolgozunk, ez borzasztóan fontos. Ezek a nagy kiállítások, hát gyakorlatilag a rendszerváltás után bontakoztak ki 90 után, azért ezek a magyar művészettörténet írást is meghatározták, és tulajdonképpen a mai napig, ha jó kiállítást tud egy múzeum csinálni, vagy egy közgyűjtemény, akkor ez határozza meg, és igazából sokkal többet jelent, mint mondjuk egy kézikönyv, vagy egy tanulmánygyűjtemény. Ez viszi előre a dolgokat. Igen, de azt ne felejtsük el, ugye, hogy egy ilyen kiállítás mindig rengeteg embernek, kollégának az összmunkája, akik az intézményből is, a rendező intézményből is vannak, de tulajdonképpen az egész tudományterületről, hogyha jól össze vannak válogatva. Aki számít, benne vannak.
És akkor a kódex kézbevételi az annyit, hogy itt Árpádnak van egy nagyon jó tanulmánya a Philostratus kódexről, ahol egy nagyon alapos első kodikológiai leírása van a kódexnek. Tehát ugye, amikor ő kézbe vesz egy kódexet, akkor azt interdisziplináris módon közelíti meg, és leírja több tudomány, szak, disziplina szempontjából. Köszönöm szépen, Péter, át is térnénk a Korvin a könyvtár problémáira. Nem húznám az időt, mert nagyon szívesen egy kis adalék 2008-hoz, majd Árpád, amikor a Korvin a könyvtár legújabb történeteit írja, egy lábjegyzetet megér. Ugye akkor a Széchenyi könyvtár kiállításának az volt a címe, hogy Csillag a holló árnyékában. Ezt akkor kapta, amikor Péterék kiállításának az volt a címe, hogy Holló a pajzson. Tehát, de aztán kimásztak ez alól a probléma alól a címváltozattal. Bocsánat, tehát Korvin a könyvtár. Nem is Korvin a könyvtár, Korvin a problémák. Ez a másik, és most visszautalnék főigazgató úr köszöntőjegyel. A második fejezetnek Korvin a problémák a címe. Ha valakiről azt gondolnánk most itt Magyarországon, hogy a Korvin a könyvtár történetét evidens módon ő fogja megírni, akkor az Árpád. Ehhez képest azt a címet adja, hogy Korvin a problémák. És mert hogy egyébként tényleg vannak Korvin a problémák, és ez arra utal, amire Dávid is utalt, hogy állandó problémakeresés. Ez az egyik súlypont a kutatási területén Árpádnak, azt hiszem mondhatjuk, hogy az egyik súlypont. Nem tudom, hogy nem abból következik-e, hogy noha problémákról beszél, de ez mégis egy olyan tárgyegyüttes, még a romjaiban is, fennmaradtan is, hogy valamiféle narratívitás, valamiféle narrációt mégis lehet hozzá kapcsolni. Szemben mondjuk majd a késő reneszánszal, vagy a Ulászlókorral, amikor azért olyan sporadikusakká kezdenek válni az emlékek, műfajilag és minden tekintetben. Jó, tehát én ezt gondolom, hogy esetleg ez is benne lehet, de térjünk az exfázisra, amit Péter már fölvezetett, tehát a Philostratus Korvinára. Én is azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb és legizgalmasabb tanulmány. Péter elmondta, hogy Árpád elvégezte azt, amit a klasszika filológiának kellett volna már évtizedekkel előtt elvégeznie, hogy pontosan leírta a kódexet, de most talán nem is erről kellene beszélnünk, hanem erről a nagyon összetett, az ekfrázisnak, a leírásnak, a deszkripciónak a nagyon összetett jelenségéről, amivel itt a tanulmányban, és egyébként a magyarországi, tehát itt a Mátyás kori és picit Ulászló kori kultúrában találkozunk. Én messze mutató kulcsmondatokat olvasok a Philostratus tanulmányban, amik időnként kérdésként fogalmazódnak meg. Úgy tűnik, és itt tényleg az eleven társtudományok segítségét is idehívva, úgy tűnik, hogy minden a király személye körül forog. Ez most nem olyan értelemben, tehát kulturális értelemben. Minden a király személyét célozza. Ugye a Philostratus Codex, Bonfini fordítja, ott van az ajánlás benne, hogy a király először a Héroészt olvassa el belőle. Számos egyéb szövegünk van, ami a királyt célozza meg. Ugye van királytükör, ott van Galeottónak a facéciái, ott van Jánosnak a Plutarkhosz fordítása, de ott van az épített környezet is a várban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, hogy annyira sűrű szövete alakul ki Budán, annyira sűrű szövete alakul ki Budán ennek a friss stílusnak és eszmei áramlatnak és stílus áramlatnak, hogy nehezen látjuk egy picit a király személyét belül. Nem tudom, hogy kell-e látnunk, ez egy laikus fölvetés egyébként, de egyetértetek azzal, hogy tényleg annyira koncentrálódnak ezek a művek, akár beszerzett művek, akár itt készült művek a király személyére, hogy nem lehetett másképp.
Mármint a kultúraválasztásra gondolok. Ugye lehetett volna eleve egy közép-európai udvari kultúrát választani, vagy pedig egy ilyen nagyon divatos itáliai kultúrát választani. De mintha nem lehetett volna másképp ezzel a kulturális közeggel. Vissza lehet dobni a kérdést, és megyünk tovább. Tehát... Hát, tényleg nem. Azt hiszem, hogy a személye a királynak az nem látszik ez alatt, a sok minden alatt. Ez teljesen ellepi az ő személyiségét. Hogy aztán ez miért? Hát ez az alapkérdése az egésznek, hogy miért pont a reneszánszot választották. Tehát ez a, ugye sokáig, sokféle választ próbálták arra, hogy ide jött ez a sok olasz slepp a Beatrix-el. De ez abszolút nem így van, és most legutóbb derült ki épp a Doris Kárnak a firenzei levéltári kutatásaiból, hogy már 1475-ben, tehát a Beatrix itt ideérkezés előtt egy évvel, már itt volt Firenzéből a Gregorio de Lorenzo, amit azt mondják, hogy a capo maestrója a királynak. Tehát az olaszok megérkezését, mert minden tele volt olaszsal. Én leginkább a Vitéz János féle iskolázottságot gyanítom az egész mögött, mert nem lehet teljesen ennek a tényleg tenger sok olasznak, aki ide bezúdult a Beatrix körül, ennek tulajdonítani ezt az egész a budai reneszánszot. Hogy ebben mennyi a királynak a személy, szóval nem tudom, makognék össze-vissza, évtizedek óta próbálom ezt valahogy leírni. És hát hol sikerül, hol nem megközelíteni, de ilyen ripstrop szerene, erre én se tudom, most nem tudnék válaszolni. Nem tudom, lehet, hogy ti tudtok. Ja. Egy kis pszichologizálást szeretnél? Szóval én azt gondolom, hogy az mindenképp benne van, hogy a Mátyás nem egy hagyományos dinasztiából származott. Őt azért lenézték, amikor ugye meg akart házasodni, nem adták oda azt a lányt, se a Jagellók, se a Habsburgok, és akkor egy kicsit szerintem itt ebből a szorításból akart kitörni avval az olasz kapcsolatokkal, aminek azért már egy nagy hagyománya volt már az Anzsuk óta is, ugye? És aztán utólag jött be az, hogy a humanisták fülébe duruzsoltak, hogy itt egy kis antik Róma föltámasztása, és akkor erre ez neki úgy megtetszett valószínűleg ez a propaganda, nem? Meg a Corvinus legenda, meg ilyenek. Talán az az egyik legérdekesebb vonás a budai reneszánsznak és a Corvinus könyvtárnak is, hogy ez egy olyan jelenség volt, ami nem tudom máshogy fogalmazni, tehát hogy nem valaminek a hatása, hanem nem hatás, nem olyan, mint, hanem tényleg olyan volt, mintha Itáliában keletkezett volna. Olyannyira, hogy a modern kutatásnak hát hosszú idő betelt, amíg a hazai kutatásnak hosszú idő betelt, amíg sikerült bizonyítani, hogy itt Budán is készültek kódexek, és hogy azok az itáliainak tartott kódexek, azok nem Itáliában készültek, hanem itt. Hogy mennyire tiszta jelenség volt ez. És igen, tehát ez egy kérdés, hogy lehet-e, hogy ez az egész importként érkezik. Tehát mindenféleképpen kell valamiféle, vagy azt gondolja az ember, hogy kell valamiféle előzmény, valami fogadókészség, szóval hogy elő volt készítve valamiféleképpen a terep, és hogy Vitéz személye, akiről az utóbbi időben egyre több minden derül ki, hogy ő miket egymaga, miket generált, miket indított el itt az elit kultúrában. Nagyon fontos, hogy kulcspozícióban volt, tehát hogy olyan módon tudta a saját kulturális elképzeléseit terjeszteni és megvalósítani, hogy megvoltak hozzá az eszközei, tehát nem valami partikuláris kis előkelő volt valahol a végeken, hanem olyan pozícióban volt. És ami egy új dolog, hogy mint kiderült, és ez is egészen elképesztő, hogy Vitéznek volt már miniátora, aki itáliai módra festett. És azért nem tudtuk ezt korábban, mert itáliai módra festett. Tehát, hogy összetéveszthető dolgokat hozott létre itt az ő környezetében. És azért Vitéznek volt köze valamilyen szinten valószínűleg a hunyadi fiúk neveléséhez, akik ezt
beszívták, ebbe belenőttek, tehát megvolt valamiféle, erre valamiféle fogékonyságuk. Talán ez is szerepet játszott a nagy egészben. És még azt is hozzá kell tennünk ez az egész problémához, amire a Marosi Ernő hívta fel egyszer a figyelmet, hogy a forrásainknak a túlnyomó része az uralkodásának az utolsó évtizedéből származik, vagy másfél évtizedből, és az elejéről borzasztóan kevés a forrásunk. És ez is, ez nagyon befolyásolja azt, hogy mi mit gondolunk erről az egész jelenségről. A forrás adottságok is meghatározzák, hogy hogy gondolkodunk. És az biztos, hogy az utolsó uralkodásai utolsó éveiben valami iszonyat felgyorsultak ezek a folyamatok. Ugye ezt a Korvina keletkezésénél is lehet látni, nem? Tehát, hogy az utolsó éveknek micsoda szédítő sebessége volt, amiben biztos, hogy nagy szerepet játszott az utódlásnak a problémája, mert ez szerintem ez volt a legfőbb problémája Mátyásnak utolsó éveiben. És ugye a Korvinának mindenképp volt szerepe az utódlásban, Korvin Jánosnak, ugye, hogy a könyvtár, ugye azt utána is tudjuk abból a híres okmányból, ami a Csontmezei ütközet után keletkezett. Valószínűleg ezen a ponton nem fogunk tovább jutni. Nem, azért kibontakozott egy erős kérdés, ez a import vagy hazai termék, vagy magyar termék kérdés, elnézést, ilyen közönségesen fogalmazok. Ez azért érdekes, több okból is érdekes, mert ugye van egy időszak a kutatásban, a historiográfiára visszatérve, amikor ez komolyan tudósok között, tehát nem politikusok között, hanem tudósok között problémaként merül fel, hogy akkor ez magyar vagy nem magyar, aminek ugye fizikai alapjai lehettek, hiszen olasz mesterek érkeztek, de nem is olyan nagy számban. Szerintem ez egy érdekes kérdés, nem arról nem érdemes beszélni a klasszikus és kétes kérdésfelvetést, hogy mi a magyar. Arról volna érdemes beszélni, hogy hogyan volt magyar. Tehát ez az egész hogyan volt magyar, amikor itt megszületik egy kódex, a kötések esetében is ugye ezt fölvethetjük. Tehát, hogy több stílus, több kulturális impulzus közegében megszületik valami itt Budán, amiről azt kell mondanom, hogy magyar. Egyébként amikor Árpád az előszóban, a kiváló előszóban beszél a könyv címéről, Hoffmann Editről, még egy ponton kurzívval is szedi ezt, mármint a magyar szót kurzívval szedi, és ez azt gondolom, hogy ez egy ilyenfajta döntés, egy tudományos döntés, hogy ami itt keletkezik, noha esetleg olasz mester, és nem tudom mi, az a magyar, magyar produktum. Tehát a budai udvarnak, a királyi Magyarország kultúrájának, a királyi Magyarországnak és a budai udvarnak a produktuma, még akkor is, hogyha itt nem csak festők, hát gondoljunk Bonfinira, Bonfini magyar történet. Majdnem Bonfini Antal lett a Kulcsár Péter kötetének, ő ezt javasolta, igen. Végül is magyar indigena volt. Lehet, hogy még valamennyire magyarul is megtanult szegény. És hát itt ért tizenvalahány évig. Hát, hogy ez annyira, hát attól magyar, hogy nem olyan, mintha olasz lenne, de az olaszoknál mégis másképpen van, akkor is, hogy olaszok csinálják. Szerintem az egyik legérdekesebb éppen a kötések, és azért van itt ebben ennyi kötés, hogy egyfolytában már nem tudom, évtizedek óta azt keresik, hogy hol van egy előkép, hol van egy analógia, aminek a mintájára Mátyás könyvtár ezt megcsinálták. És azt hiszem, hogy nincs. Azért nincs, mert így találták ezt ki. És ez ezért ilyen. És ez akkor magyar. Akkor is nyilván olasz volt, aki csinált, tehát az összes felirata olasz, a technika, minden, de ettől függetlenül magyar. Ez Galavics Géza nemrég elhunyt csodás kollégánk mondta, hogy ugye van a művész, a megrendelő és a közönség. Tehát, hogy ez a háromszög van tulajdonképpen, és lehet, hogy egy itáliai a művész, de a megrendelő is itteni, és egy magyar közönségnek készül főleg, meg az európainak is. Mátyás biztos, hogy nagyon fontos volt, hogy amit ő itt létrehoz,
azt a külföldiek is kell, hogy érzékeljék. Csak egy példa, egy ugyanehhez, hogy például Francesco da Castello, ugye a Corvino könyvtárnak a vezető miniátora, az Itáliában készített kódexei valamennyi liturgikus kóruskönyv, és egyféleképpen festi, valami, tehát teljesen ágyazódva az itáliai liturgikus könyvfestészeti tradícióba illeszkedő módon díszíti őket, és elkerül ide Budára, és valószínűleg a megrendelő és a közeg kérése nyomán kidolgoz egy teljesen más stílust, ami a Magyar Király könyvei számára, ami nem született volna meg máshol, nem születhetett volna meg máshol, csak is itt ebben a konstellációban, amit említettél, Péter. Köszönöm szépen, nem nagyon érdekes volt, de ha már Bonfinis Antal magyar nemes szóba került, a fejezetnek nagyon érdekes része, három tanulmány szól fordítási problémákról, pontosabban teóriai és praxis. Elméleti művek, ugye Bonfini, a központban Bonfiniről beszélünk. Már a Kulcsár Péter is, korábban ugye Fajenné Tóth Rózsa is, ez a közismert probléma, hogy mennyire tekinthető, egyrészt mennyire tekinthető készpénznek, amit Bonfini ír, mármint akár a magyar történetben, amit ír, milyen nyelvi eszközei vannak, azt ez az én kérdésem, értették-e a kortársak itt, akik olvasták? Tehát most a szakkifejezésekről beszélünk. Arról van szó, hogy alapvetően, ha jól gondolom, akár görögből fordít, akár Filaretét fordítja olaszból, a Vitruviusra megy vissza. Antik terminológiára megy vissza, és azt nem mindig tudjuk megfeleltetni a tényeknek, sőt, időnként talán el se tudjuk képzelni, hogy mit akar. Vagy ez túlzás, ez most költői túlzás. Tehát valószínűleg ő azt hitte, hogy tudja, hogy mit ír, és csak utóbb derült ki, hogy nem rosszul tudta. Tehát például a Dór Párkánynak a leírásával foglalkozik, és akkor leírja azt, hogy a Mátyás király palotáján Dór Párkány, nem azt mondja, Dór Párkány, de a Párkányon lettek volna triglifoszok és metopék. És aztán az Averulinus fordításban kikeresve a megfelelő helyeket, kiderül, hogy teljesen mást gondolt mind a két terminusról, mint ami a valóság, mint amit mi mag tudunk. De nem csak ez a probléma, hogy kereste ezeket a terminusokat, hanem van, amikor szó szerint idéz a forrásából. Tehát amikor ott a Visegrádon leírja a Mátyás király kertjét, és akkor azt mondja, hogy Xistus Violis Odoratus, akkor ez Violis Odoratus, ez Plinius egy az egyben. És nem lehet tudni, hogy azok a violák most Visegrádon nyílnak, vagy Laurentumban nyílnak, vagy itt is nyíltak, ott is nyíltak. Tehát teljes, szerintem mások voltak a szempontjai Bonfinnek, nem a mi szempontjaink, és itt aztán ebből számtalan félreértés tud fakadni. Igen, arra is szerettem volna kilogadni, hogy nagyon nehéz dolgotok van. Tehát a történészeknek, tehát amikor Bonfini szövegeket forrásként kézbe vesznek, szembesültök a régészeti eredményekkel, amit lehet tudni, és egyéb leírásokkal, hát az egy borzasztó nehéz dolog, hogy akkor most mi? Ez mondjuk itt ezt a beszélgető jegyzetemben a deszkripció deszkripciójának nevezem. Tehát amikor egy történész, művészet történész, a deszkripciót kell valahogy helyre tennie, de ez egy borzasztó nehéz dolog. Időnként függőben kell hagyni, talán nem? Időnként tanácsos, nem lehet mindig eldönteni. Inkább talán az intencióra, meg az igyekvésére lehet gondolni, hogy mit akart végül is ezekkel a szövegekkel elérni. Az sokszor könnyebb megragadni, mint a valóságos tartalmat szavakra lebontva. Tehát ez a része sokkal egy világosabb. Legalábbis számomra, de szerintem mindenkinek. Ez teljesen párhuzamosnak tűnik az egyéb irodalommal, amit most itt fölidézhetnénk, tehát a Naldi művel teljesen párhuzamosnak tűnik. Tehát vagy volt, vagy nem volt, de szerették volna, hogy legyen. Ugye? Akár még a
Mátyás király bölcs mondásainál, nem biztos, hogy Mátyás király mindig olyan bölcseket mondott, de jól hangzott, és jó lett volna, ha ilyen bölcs Mátyás király, mint ahogy az volt. Tehát azért ez beillik egy irodalomba, és abba a problémába, hogy tényleg létezett, vagy nem létezett, de jó lett volna, ha létezik. Illetve valamilyen formában létezett. Tehát nem pont úgy, de azért, hogy valahogy adaptálni lehetett a szöveget és a valóságot. Legalábbis a törekvés megvolt rá, hogy legyen. Nem? Az építészet terén is. Akár az esztergomi palotára gondolunk, vagy akár a budavári emlékekre. Talán esztergom jobban fogható, mert ott a régészek azért föltárták, meg azért romok is vannak. Még ugye Budán az éget világon semmi nincs, az alapfalakon kívül szinte. Meg a töredékek, de mondjuk mint épület, mint vízió, mint látvány, az esztergomba azért jobban fogható. És ott az ember még azt mondja, hogy nagyjából stimmel, tehát van nagy terem. A nagy teremben voltak falképek. Idáig eljutunk, és aztán időnként jönnek az új források, és akkor olykor megcáfolják az elképzeléseinket, olykor nem. Most a esztergom esetében éppen megerősítenek bennünket, mert a kufart hajnalkáik olyan olasz forrásokat találnak Modenában, hogy az ember csak bámul, hogy pontosabb leírásai esztergomnak, mint amit valaha ismertünk. Tehát leírja, hogy tényleg ott voltak a királyok a nagyteremben. Attila is ott volt, és mindenkinél oda volt írva, hogy kicsoda. Tehát ez nagyon... Tehát ez Bonfinek a struktúráját, vagy a nagy... Tehát ez pár mondat Bonfinénél egyébként az esztergomi leírás is. Tehát nem oldalakon keresztül mennek itt az épületleírások, hanem ezek pár mondatok, amiket tulajdonképpen mi pumpálunk fel, tudósok, akik megpróbáljuk ezt értelmezni. Tehát attól tűnik olyan soknak. De az egészhez képest ezek töredékek. Szóval ugye a budai palotánál rengeteg későbbi utazó van, és kerülnek elő újabb források, amit Vég András publikált, az Aurau-féle leírás, és érdekes módon mindegyik egy picit közép vagy közelebb visz legalább a topográfiájához a palotának. Tehát én azt mondom, hogy azt hiszük, hogy nem lesz több forrás, de jönnek elő még források. Nemrég előjött egy, bocsánat, ez az utolsó kitérő, egy 16. századi metszet Budáról, amit a Szalai Béla közölt az értesítőben. Ami tényleg borzasztó ritka, azt hittük, hogy a 16. században már nem találunk semmit, erre előtt egy nagy Buda ábrázolás. Tehát bármi lehet. A könyv harmadik fejezete, a Ulászlókor, utolsó előtti fejezete, nekem bizonyos értelemben ez volt a legizgalmasabb, szemben Hoffmann Edittel. Tehát ha Korvina problémákról beszél Árpád, akkor itt sokszorosan problémákról kell beszélni a kornál. Egyrészt nagyon érdekes a korszakolás, amit egy nagyon határozott korszakolással élsz. 1500-nál húzol egy határt, és aztán az 1500 utáni időszakot. Ez egyrészt könyvprodukció kérdése. Van, nincs, mi történik. 1500-ig lehet még követni folyamatokat, ugye, ha jól olvastam, lehet még követni folyamatokat, akár egy-egy kódexfestőmesternek a mozgását még Ulászló alatt, mármint hogy működését Ulászló alatt, a hatását. Majd 1500 után ezek kevésbé követhetők, és inkább azt használod, hogy nem csak Budát, hanem az egész Európát elárasztották az olaszok. Tehát az a folyamat, ami 1500-ig, tehát az a folyamat, ami nem akarom, ami 1500-ig érzékelhető, hogy Buda Itáliából való folyosónak egy fontos pontja, ahol művészeti, kulturális emlékek szétáradnak Európa. 1500 után ez megszűnik, mert hogy tele van olaszszal, mondattál, vagy kis túlzással mondattál. Hát ez egy nagyon érdekes ez a... És nagyon érdekes a műtárgyak megszületésének hullámzása. Érkeznek még műtárgyak kezdetben, de a mesterek már elmentek.
Erről egy néhány szót beszéljünk, hogy légyszer. Ez egy jó probléma. Ugye azt kellene, benne van ebben az is, azt az egy évtizedet, ami Mátyás halála után van, és még az Ulászlót nem üti meg a guta körülbelül, ugye ez a bő évtized, hogy akkor mi történik? Van-e kontinuitás, mennyi, és így tovább. És aztán 1500 után tényleg egész Európa elkezdi imitálni az olasz reneszánszot. Hogyha csak akkor kezdtük volna, teljesen érdektelen volna a magyar is, nem mint a többi, de itt tényleg a Mátyáskor az igazán izgalmas. Egyébként itt idéztem már Doris Kárnak a nevét, az aktában megjelenő cikkét, tehát a firenzei levéltárban ül, és összeszedte nekünk az összes létező adatot, ami a Magyarországra kerülő olasz művészekről talált. És ezeknek most nagyságrendekkel bővült a tudásunk, főleg 1500 után bővült, mert a források származnak abból az időszakból, de ha majd hozzá fogjuk tudni látni azt, amit a Kuffart hajnalkáik és a Vestigia csoport a modernai számadásokból előbányász, akkor a kontinuitás is szerintem jobban fogható lesz. Tehát például van egy Stagio Fiorentino nevű kőfaragó, aki az Ippolito számadásokban 1490-es években Esztergomban dolgozik, és most a Doris Kárn 1500 után is megtalált ezt a Stagiót Budán, a Bakóc környezetében, tehát itt még az is van, hogy valaki, a Beatrix Ippolito d'Este féle Esztergom és a Bakóc féle Buda között átívre. Ez a Stagio azért érdekes, egy ritka név, tehát nem Giovanni, vagy mit tudom én, ilyen, amiből van egy halom. Ez amikor a Tatti konferencia volt, amit Péter szervezett, ott a Doris Kárn már odajött hozzám, emlegettem ezt a Stagiót, és mondta, hogy hú, hát ez, aki biztos fogható lesz, ez egy olyan ritka név, és meg is tudta fogni. Tehát pont most bővülnek a forrásaink, a tudásunk, úgyhogy szerintem, ha megérjük, akkor mondjuk 5-6 év múlva még többet fogunk tudni alapvető dolgokról. Ezen a ponton, amelyik egy picit lépnénk időben előre, és egyáltalán a késő reneszánszról beszélnénk, ami nagyon összefolyik ugye az Ulászló korszakával. Péter említette említettétek a kiállítások fontosságát. A 2008-as Mátyás öröksége az egy tágasabb késő reneszánsz fogalommal dolgozott, viszont a belső arányok is mások voltak. Itt könyvkultúráról beszélünk, stb. Azért, ha visszaemlékeznek arra a kiállításra, az egy nagyon gazdag, a legkülönbözőbb műtárgytípusok voltak, akár a nem sorolom, de mondjuk a templomok famennyezetének a festményei, tehát a határán annak ugye ez, ami a Balogh Jolán virágos reneszánsz problémájának a határán, de mindegy, de az egy nagyon gazdag volt. Érzékelhető-e, mindnyájatokat kérdezlek, főképp Árpádot és Pétert, érzékelhető-e, hogy egyrészt elfogyván a könyvprodukció bizonyos értelemben. Tehát az illuminált könyv az kevésbé van jelen. Nagyobb hangsúlyt kap az iparművészet, mondjuk itt most a késő reneszánszról beszélek, és már akár a 17. századról. Vagy pedig tehát hogy nagyobb hangsúlyt kap-e, nem csak a kutatásban, hanem a reneszánsz továbbélésében, egyáltalán a stílus továbbélésében a könyvkultúrához képest. Hát ez biztosan így van, mármint, hogy bocsánat, aztán, tehát, hogy az iparművészet területére átcsúszik a hangsúly. Szóval nem csak mi látjuk, itt ez a valóság. Tehát a festészet, nem csak a könyvfestészet tűnik el, az még hagyján, mert egész érdekes dolgok fognak szerintem hamarosan itt előjönni még. Olyasmik, amikről, tehát késő reneszánsz friss produkció, hanem maga a festészet is, tehát a portré, a nagy műfajok, ezek teljesen, nem is nagyon tudjuk, hogy volt a Jagelló korban ilyen, de nyilván volt, de teljesen eltűnik ebben az űrzavaros világban. Ez, amit megszoktunk, hogy egy stílust igazából ezek a műfajok viszik, vagy reprezentálják. Ötvös tárgyak, textil, főleg ezekből marad nagyon sok, és ezek nagyon kvalitásosak. Úgyhogy
az elődeinkkel szemben azt kell, arra kell gondolok, azt kell vállalnunk, hogy hát akkor ez lesz a fősodor, ez a vívő ereje ennek a stílusnak ebben az időben. Alkotók, megrendelők mindenféle szempontból. A Mátyás király örökségének ez volt az egyik fontos tanulsága, kiserik a nagyon néz engem a távolból, de azt neki lehetett köszönni, hogy tényleg fantasztikus mennyiségű ötvös tárgy került ki a kiállításból, olyasmi, amit korábban senki nem látott, mert a Nemzeti Múzeum állandó kiállítására nem fért ki, viszont a raktárban hál' Istennek ott volt, és még hát számtalan egyéb helyről is hoztunk tárgyakat. Tehát jól érzékeled ezt a hangsúlyváltást, vagy súlypont áttolódást. Az is nagyon érdekes. Igen. Tehát ez egy ilyen szerves dolog, hogyha hangsúlyátérződés van. Most vannak nagyon érdekes kérdések, véletlenek és egyebek. És amikor a reneszánsz műtárgy, nem ebben a minőségében öröklődik. Én most két példát szeretnék mondani, az egyik Edina, a másik Péter példája, két szót szóljatok róla, mármint tanulmányai. Ugye az Edinának ez a Wolfenbütteli ügye, amikor korvinák vannak ott, de igazában ezek már nem reneszánsz műtárgyként vannak jelen a Herzog Auguszt udvarában, gondolom én, és bocsáss meg Péternek a példája, vagy a Péter felidézendő példa számomra még érdekesebb. A Pécsi Székesegyház 18. század végi egyik kápolnájának 18. század végi átépítésekor a szatmári pasztofóriumot, a reneszánsz szatmári pasztofóriumot beemelik a barokk kápolnába. Tehát úgymond ilyen másodlagos felhasználás történik, akár a korvinák, vagy nem tudom, ha néhány szót szólnátok, szerintem ez nagyon érdekes jelenség. Igen, azt hiszem, hogy a korvináról nem csak a Wolfenbüttelről lehet ezt elmondani, de ezen a téren még azért van mit kutatni. Egy Wolfenbüttel az egy különleges eset, mert vannak hozzá források. Ugye, miről is van szó? Egy maroknyi kis csoport, Korvina csoport, 9 kódex oda került. Valószínűleg ez az, ami talán, ez csak feltételezés, Korvin Jánoson keresztül. Tehát, hogy ezek kortárs humanisták Mátyásnak küldött ajándék kódexei. Tehát lehetséges, hogy volt egy ilyen személyesebb rész a könyvtáron belül, a Korvina könyvtáron belül, amit magával vihetett Korvin János. És akkor az özvegyén keresztül, Brandenburgi Györgyen keresztül Németországba került, aki rokonságban volt a braunschweigi hercegekkel, szóval, hogy így jutottak oda. És ott született egy csodálatos könyvtár a 17. századnak a legelején. Ez a nagy herceg August, aki létrehoz egy pompás könyvtárat, Európa egyik valaha volt legnagyobb bibliofil gyűjtője volt. És ebben a közegben ismétlik meg a korvinák a elsődleges szerepüket, a reprezentációs szerepüket, mert hogy egy kicsit azért műtárgyak is voltak, szóval, hogy egy ilyen összetett szerepet játszottak. Nagyon kevés reneszánsz kódexe volt herceg Augustnak, és ezek... Tehát meg is lehetett számolni, nagyon csak tényleg néhány darab, és ezek valahogy a szívét képezték az ügyőteményének, és nem utolsó sorban ezen az alapon csapták hozzá a Korvina csoporthoz Wolfenbüttelben a többi 15. századi humanista reneszánsz kódexet is. És nagyon fontos volt, mert hogy kötötte őket, vagy hát ez vezette, ez volt a kapocs az itáliai humanizmus felé. És de azonban nem csak mint ilyen relikviák, vagy ilyen tárgyak szerepeltek, hanem tartalmilag is, hiszen az egyik kódex ebben a csoportban, ez Bartolomeo Fonzio, egy ilyen jeles firenzei humanista opera omniáját tartalmazza, és van egy levél az elején, amiben Fonzio felajánlja szolgálatait Hunyadi Mátyásnak, hogy boldogan jön ide, és segít neki a könyvtár felállításában. És nem tartom kizártnak, hogy Wolfenbüttelben elolvasták ezt az előszót, és egész egyszerűen ez a szöveg elsődlegesen hozzájárult
annak a könyvtárnak a konstruálásához és a reprezentációjának a kidolgozásához. Szóval egy ilyen érdekes újjáéledése, igen, ez a kezdeti funkcióknak. Akkor én folytatom az én kérdésemmel. Nyúljunk oda vissza, hogy ezek a magyarországi korareneszánsz tabernákulumok egy nagyon jellegzetes műcsoportot képeznek, és érdekes, hogy a méretük is nagyon nagy. Tehát még olasz szentségházakkal is összehasonlítva nagyok. És ugye ilyet ismerünk a pesti belvárosi templomból, meg még sok helyről. Amit említettél, a Pécsi Székesegyháznak ez a Szatmári György, akkor pécsi püspök által megrendelt tabernákulum, eredetileg a dómnak a fő szentélyébe volt, aztán átkerült a déli oldal egy kápolnájába, és a barokkban, amikor leége a Corpus Christi kápolnának az oltára, akkor oda áthozzák, mert ez egy olcsó megoldás volt, és a barokk oltárra alakítják. Ugye ez volt szerencsém ebben a Szatmári György kapcsán foglalkozni. Aztán, amikor jön a purista helyreállítás a Pécsi Székesegyháznál a 19. század második felében, akkor szépen kidobják ezeket a hozzáépített barokk kiegészítéseket. De minden esetre rezonáltak rá, és a 19. század meg ugye vissza akarja az eredeti reneszánszt állítani, és ez talán abban jelenségben illik, hogy a 19. században a pécsi egyházi történetírás is felfigyel például a Szatmári címereire a püspöki palotában, tehát elkezdenek érdeklődni a Szatmári püspök által létrehozott dolgok iránt, Tettyei Villa például. És ugye a 19. század az, amikor az esztergomi székesegyház, új székesegyház építése közben mégiscsak megtartják a Bakócz kápolnát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a középkor iránti érdeklődés, mert ugye nálunk mindenképp azt még mi középkornak vesszük. Ugye tulajdonképpen 1541-ig, holott az európai művészettörténeti írás már azt mondja, hogy ez már az új korhoz tartozik. Nálunk még nem. Tehát nálunk ez még késő középkor. Jól mondom? Ugye? Nagyon érdekes volt, amit Péter említ, én is meg akartam jegyezni. Árpád feltűnően gyakran, ez a korszakban feltűnően gyakran használja a késő középkor kifejezést a reneszánsz művészetet értelemben. És ez olyan szempontból nagyon érdekes, hogy akármennyire is ugye közhely, hadd mondjam el, hogy ugye egy ilyen szigetszerű jelenségről beszélünk, Mátyás udvara, reneszánsz kultúra, stb. Stb. Viszont, ahogyan te használod, más is nyilván használja, a köznyelv, tehát a kulturális köznyelv, az a késő gótika, mármint a Közép-Európában. És nagyon érdekes, ahogyan ezt a tanulmányaidból, az itt közölt tanulmányaidból nagyon érdekes példákat lehet látni, hogy mégis hogyan tud ez a friss itáliai stílus valamiképpen utat találni a közép-európai későgótikába. Itt ugye két érdekes példát említesz, az egyik, amikor akár egész oldal meg tud jelenni, itt a Turzó imakönyvre, tehát egy későgótikus imakönyvön belül egész oldal, úgymond reneszánsz oldal meg tud jelenni, vagy pedig bizonyos elemek, leginkább ornamentikus és ilyen vegetabilia elemek át tudnak menni gótikus, tehát reneszánsz elemek átmennek gótikus kódexek díszítésébe. Szóval ez nagyon érdekes volt, ez a késő-középkori dolog. Az utolsó fejezet számomra majdnem csak fehér folt volt, nagyon-nagyon érdekes a címeres leveleknek a problémája és föltárása. Ugye már Hoffmann Edit dolgozik címeres levelekkel, kézazonosításokhoz, Francesco Castello, stb. Stb. Úgy tűnt nekem, amennyire utána olvastam, hogy elsőként Árpád tekinti át ilyen nagy koncentrálással és ilyen széles körben a címeres leveleknek az ügyét. Radocsai Dénes dolgozott vele, de azt hiszem, hogy ennyire koncentráltan, nyilván az elődök munkájára is támaszkodva.
Itt én nem a festészeti részére térnék ki, bár roppant fontos, hanem az utolsó tanulmányodra, itt a címeres levélcsoportból, ami viszonylag ritkább azért a kötetben, egy ilyen heraldikai ikonográfiai tanulmány Szent István alakja. A Szent István alakja a címeres levelek ábrázolásán, hogy itt egy egész tipológiát építesz föl. Tehát milyen formában jelenik meg az államalapító, mely szentek jelenhetnek meg, mely más királyok jelenhetnek meg. Tehát egy óriási áttekintés van ebben. Egyetlen kérdést tennék föl ezzel kapcsolatban, amire lehet, hogy nem lesz meg a válasz. Ha jól emlékszem, egy példát tudtál hozni, ahol Mátyás király megjelenik. Ez nagyon érdekes, és ezek a címeres levelek viszonylag hosszan kifutnak, ugye? Tehát a 17. század első harmadáig vizsgálod, és olyan érdekes, hogy tehát ugye túl vagyunk Mohácson, a 16. század második felébe vagyunk, amikor legalábbis az irodalomban rögzül az aranykornak a képe. Tehát a Mátyás uralkodása az aranykor. Ugye, ha csak a Heltai Gáspárra gondolunk, tehát ez rögzül, ha most irodalomtörténészek remélem, hogy bólogatnak és nem csóválják a fejüket. Tehát ehhez képest nem jelenik meg. Most ezt nem biztos, hogy most kell föltennem ezt a kérdést. Az egyik lábjegyzetben azt ígéret, hogy majd Pálfi Gézával írtok egy nagy tanulmányt, és akkor, de azért mégis fölteszem ezt a kérdést. Hát valóban, Mátyás király, az a kivétel, amikor feltűnik. Tehát a magyar szent királyok szoktak ott állni, Szent István, Szent László, esetleg egy egész csapatnyi szent olykor, vagy az aktuális Habsburg uralkodó. Tehát a Mátyás, egy helyen ugye a első Mátyás és második Mátyás közötti nyilvánvaló párhuzam, de ez egy ritka invenció, amikor ilyesmi az eszükbe jut. Legalább olyan ritka, mint amit a protestáns rendek, a hajduk címeres levelein látunk, ahol, mert ugye ezeket a magyar szent királyokat érdekes módon az evangélikusok is teljesen elfogadták. Tehát Szent István az nyugodtan ott szerepelhet a Turzó címeres levelen, ezzel nincsen probléma. De a reformátusok nem. És az a kettő, amit itt párhuzamul is hozok, azok őrült érdekesek. Az egyiken Hunnia szerepel és Attila. Egyik mókásabb, mint a másik. A másikon meg Achilleus és Sámson. Tehát ez a szóval lehetőleg abból a repertoárból válogattak, amiket ők vállalni tudtak a magyar múltban. Ebből a szempontból talán az Attila meg a Hunnia a legérdekesebb. Egyik marconább, mint a másik. Sajnos nem igazán jó kvalitásúak az a probléma. Tehát elég vackokna, valljuk be. De a miénk? Amiről így beszélgettünk, ez nyilván egy ilyen szubjektív olvasás eredménye volt részben. Roppant gazdag a kötet, tehát roppant gazdag a könyv, mindenkinek nagyon tudom ajánlani, mert sok más rétegek, más metszetek is előjöhetnek. Úgyhogy én szerintem lassan a beszélgetés végére érnénk. Egyrészt szeretnék köszönetet mondani a főigazgatói kabinet munkatársainak, nagyon gondosan előkészítették ezt az alkalmat. Szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek, Árpádnak és két beszélgetőtársának. Nem árulok el a titkot nyilván, hogy a főpontokat egyeztettük a beszélgetés előtt. Egyetlen egy dolgot privilegizáltam, az asztalon levő irodalmi válogatást, tehát fehérborok, Csokonai Lillájának szülőhazájából, valamint az Isten itt felejtett kalapjáról, ezt Mikszát mondja a hegyről, valamint vörösborok vannak Baka István, Mészői Miklós és Babits Mihály szülővárosából. Legyenek a könyvtár vendégei egy pohár borra, folytassuk ott a beszélgetést. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen.